Nagy és kiélezett küzdelem folyt a pályán Pakson az ASE sportcsarnokban. Az atomerőmű ESE U14-es Atom City kosár csapata az őszi regionális fordulókból tovább jutott az országos főtáblára, ahol szintén remekeltek és a legjobb 16-ba kerültek. Hétvégén ők voltak a házigazdái a korosztály kosárlabda elődöntőjének. A négy résztvevő közül az első kettő, Debrecen és a Szolnok az országos főtáblára, azaz a 8-as döntőbe jutott, míg a Szolnok és az Atom City együttese a B döntőbe került. Már ez is nagy eredmény a paksiak számára, hisz önálluk a fiatalabbak teszik ki a csapat nagy részét, nem úgy, mint az ellenfeleknél. Ádöntőben már lehetett jutni múlt fordulóban, illetve most ebben a fordulóban. Ha legalább második helyen lennénk, vagy lettünk volna a tornán. Múltkori fordulóban ez nem sikerült, ott nem annyira jól teljesítettünk, és úgy néz ki, hogy itt se fog sikerülni, viszont ugye a serdülő U14-es korosztály, ez jelenleg 2005 és 2006. Hotban született játékosokról vannak összeszedve a csapatok. Nálunk viszont 2005-ösökből csak 4 van, és 8 2006-os. Úgyhogy azért nagyon nehéz harcolni a tiszta 2005-ös csapatok ellen. Én azt gondolom, hogy mivel már kiharcoltunk legalább ezt a B-döntőt, ez fiúknak már elég jó eredmény. Kosarazok, és azért tetszett meg ez a sport, mert jártunk a anyáikkal a felnőtt mérkőzésekre, és hát tetszett, ahogy eldobják a labdát, és bemegy egy gyűrűbe. Aztán én is elkezdtem kosarazni, és itt volt ez a hétvége. A Szolnok ellen nem kezdtünk túl jól, sok eladott labdánk volt, de azt gondolom, hogy nem volt ennyivel erősebb, mint amennyivel kikaptunk. Az oroszlán csapatát már egyszer sikerült megvernünk, de most sajnos nem így sikerült, mert most is sok hibával játszottunk. A tavaly a másik korosztályra játszottunk, ott az 1 és 8 közé jutottunk be, de ez így is szerintem nagyon szép eredmény.